Sziasztok! Újabb kis videó. Vettem egy Yato vésőgépet. Ideje volt már venni egyet. Gondoltam, csinálok róla egy videót. Megmutatom nektek, mit vettem megint. Most ideje van, már csinálom a műhelyet közben. Arra is folyamatban a videó. És van pár vésési munka, amit kell csinálni. Aztán nekem nem volt még ilyen. És ha úgy is kell, akkor veszek egyet, ne kelljen mindig kölcsön kéregetni. Aránylag jó árba is jutottam hozzá, nem volt nagyon drága. És arra pár vésési munkára, ami nekem kell, arra meg fog felállni. Igazából, hogy Yato, azért Yato mellett döntöttem. Nézegettem pár márkát, hogy amúgy is akarok majd szerszámgépeket venni még, behajtót, fúrót, flexet, ilyesmit. Nézegettem márkákat, hát én úgy akartam, hogy valami jobb minőségű, márkásabb barkács kategória, vagy éppen olyan kategória, ami árérték arányba jó is. Nem akartam egy Bosch, Metabo, Milwaukee, Makita ilyenek mellett dönteni, mert ugye azok drágák, de viszont nem is akartam ilyen Flink, meg Strauss, meg egyéb márkájú kis gépeket venni ilyen 10.000 forintért. És nézegettem, hogy igazából melyik felelne meg nekem. Úgy, ami jó is, mind minőségre jó, de nem is a legdrágább, meg nem is a leggagyibb. Úgyhogy a Yato mellett döntöttem. Nézegettem még, a másik választásom esetleg az Enyhell lett volna, mert az is úgy elég olcsó, bármint úgy olcsó, hogy ilyen, hát én közép kategóriás, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Aztán igazából a Yato mellett döntöttem. Van tapasztalatom Yato gépekkel. Jó, pozitív tapasztalatok vannak róla. Meg így kérdezgettem egy kis ismerőst, akinek van, és ők is azt mondták, hogy jók a Yatók. Ugye hát kézi szerszámoktól kezdve elektromos és akusszerszámokat is gyártanak, meg sok mindent. Ugye van itt a kompresszió mérő, ő is egy Yato. Teljesen meg vagyok vele elégedve. Na, és akkor visszatérve a gépre. Itt a doboza neki, ugye ez így jött. Rajta volt a kofferen. Szóval egy 3:1-be vésőgép. Fúró vésőgép. Itt van pár technikai adat. 850 wattos. 220-ról üzemel, és 230-ról. SDS plusz tokmány van rajta. Itt a fordulat per perc, tehát 0-tól 1300-ig. Akkor fúrásnál, azt hiszem, vésésnél, meg 5100-ig. Az ütő munkája az 3,3 joule. Itt van rajta, hogy fába 30 mm átmérőig lehet fúrni. Téglába 32 mm-ig. Még fémbe 13 mm-ig lehet fúrni. Ugye itt van, hogy fúr, ütve fúr, meg ugye vés is. 3 méter hosszú kábel van hozzá. És itt vannak rajta, ezeket kaptam hozzá a dobozba. És a kofferba ezek vannak hozzá. Ugye van egy ilyen hegyes picvéső, van egy lapos véső, valamint kőzet fúrók 10-es, 8-as és 6-os méretbe. Mindjárt lerakom a kamerát, és akkor kinyitom a koffert. Beállítom, hogy jó legyen, látni is lehessen valamit. Szóval itt a koffernek a tartalma. Van benne egy használatú utasítás, valamint garancia. 2 év garanciát kaptam rá,
Ott vannak benne ugyanek a technikai adatok, amik a dobozon is fel vannak tüntetve. Meg mindenféle leírás. Itt vannak hozzá a vésőszárak. Itt van ez a hegyes spicvésőnek. Hívják, hogy jól tudom. Most hát Fater csak így emlegeti. Ez a négyszög alakú hegyes. Valamint itt van hozzá a lapos véső. Ugye ennek mind SDS pluszos a befogatása. Valamint van egy hatos kőzött fúró. Ez egy tízes. És egy nyolcas. Valamint onnan vettem. Internetes felületről, ott még feldobta nekem, hogy megrendeltem ugye a gépet, és akkor, hogy ajándékba, pluszba még 300 forintért tudok venni egy ilyet. Kaptam rá kedvezményt, nem tudom, hogy milyen árban egy ilyen fúrószár. 300 forintért meg tudtam venni, csak ezt hozzácsaptam a csomagomhoz. Ez is egy hatos. Itt látható géphez van ez a kis ütköző, kis vas ütköző. Ugye ezzel tudod állítani a mélységet, hogyha például fúrni akarsz valamibe, akkor mennyire menjen be, milyen mély legyen a lyuk. Kaptam hozzá egy ilyen úgynevezett gyors tokmányt. Könnyen lehet cserélni. Itt van maga a gép. Ugye így néz ki. Nagyon jó amúgy. Nekem tetszik. Van rajta egy markolat. Lehet állítani. És fogantyút. És ide jön bele neki. Látszódik. Ez a mélységhatároló, vagy minek hívják. Mert úgy lehet állítani, hogy van itt egy piros gomb. Ha benyomja az ember, akkor tudja állítani. Akkor kb. 3 méter hosszú hozzá. Itt van a kapcsolója. Itt van rajta egy piros kis gomb. Be kell nyomni, és úgy bírod elfordítani. Nem így nem bírod az ilyen kis biztonsági gomb rajta. Ugye így van sima fúráson. Így ütve fúr. Így meg csak vés. Itt a tokmány. SDS plusz. Aminek ugye van egy ilyen, mutatja az ábra. Itt zárva van, és akkor meg kell húzni. És akkor magam fele húzom. Hát igen. Hát, hogy kell tolni a fogantyút. Magam fele húzom, akkor ezt így ki lehet szedni. Itt a gyors tokmány. És már rajta is van. Nagyon egyszerűen lehet így cserélni a tokmányokat. Ennek örülök. Ezt tartalmazza a kis koffer. Igen, néztem úgy is, hogy hát igazából olcsó is legyen. A webshopon, ahol néztem, ez volt a legolcsóbb. Még néztem, hogy lábra mutatta, hogy lehet hozzá, vagy hát, hogy jár hozzá koffer. Szépen ebben benne van minden. Kis bőrönbe. Aztán én ezt az acskót már vissza kell rakom rá. Félre rakom. És akkor
Ennyi a doboz tartalma végül is. Mondom, ezt meg 300 forintért vásároltam hozzá. Itt a befogatás SDS plusz 6x110 mm, tehát 6-os átmérő, 110 mm hosszú. Rajta egy ilyen X Type YG11C, ez nem tudom, hogy mit jelent. Double spirál, tehát dupla spirálos. Ott jelzi, hogy beton. Akkor még be lehet furkálni. Örülök neki. Használt fogom venni biztos. És még 2 év garanciát is kaptam rá. Aztán szépen lassan, ha elkészül a műhely, hát inkább lassan, ahogy lesz rá időm, meg ahogy lesz segítségem, és helyre vágódok, lesz időm, utána még egy jó pár terméket még szeretnék vásárolni a Jatótól, mint flexet, csavarbehajtót, fúrót, vannak, flexbe is van ilyen skill 115-ös, de egyes a 115-ös, tehát 125-ös kéne. A karongjaim is olyanok vannak itthon. Mindig le kell venni a védőburkolatot. Az meg baleset veszélyes. Nézegettem, aránylag jó árban van. Ugye ennek is van igazából több osztálya a Jatónak. Vagy nézegettem így ár szerint. Ugye van ilyen barkács kategóriája, meg van egészen ipari kategóriája is. Hát láttam ilyen vésőgépben is, ugye ez ilyen barkács kategória, ez ilyen olcsó. Hát igazából posta költséggel minden együtt 33 ezer forint volt, tehát nem volt olyan nagyon egetverő összeg. Nem tudom, hogy Makitába mennyi lett volna. Azt tudom, hogy Metabó vagy Milwaukee-be sokkal drágább lett volna egy hasonló tudású. Na, nézegettem, azok én 50-nél kezdődtek. Ugye az nagy márka. Boschba is nézegettem, ott is ilyen 40 felett voltak. Hasonló tudású ilyen kis vésőgépek, fúró vésőgépek. Igazából jó ez a Jató. Enyhelbe is néztem. Ott is ilyen, hát ilyen 30-40 között voltak, de mondom, inkább akkor Jatót veszek. Bár az enyhelek se rosszak. Ott is van többféle termékcsalád. Itt a Jatónál viszont aksis gépekben néztem. Úgyhogy egyfajta van. És akkor Flexről dekopír fűrész, csavarbehajtóról egyik, a másikára jó az aksi. Ugye az enyhelnél néztem, hogy vannak külön ilyen akkumulátor osztályok, vagy hát ilyen termékcsaládok. Tehát, hogyha van egy aksis fúró, vagy mit tudom én, egy behajtó, és a másmilyen termékcsaládból való flex, akkor az már nem kompatibilis rá. A Jatónál, ahogy nézegettem, az nincsen. Tehát akármelyik egyik a másikára jó. Tehát majd szépen napránként majd elkezdek bevásárolni majd ilyen Jató szerszámokat, és majd arra is lesznek videók. Ennyit van ez a kis videó erről a kis húró vésőgépről. Gondoltam, hogy csinálok egy videót nektek róla. Ha tetszik, hétvégén majd föl is avatom. Össze le munka. Aztán ennyi. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy végignéztétek, sziasztok!